Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Immár második alkalommal rendezték meg a Veszprém megyei értéktár ünnepet ezúttal Alsőrsön. Az előzőt Herenden rendezték, talán nem véletlenül, hiszen a herendi porcelán a megye egyetlen hungarikuma. A mostaninak az Alsőrsi Művelődési Ház adott otthont, óriási volt az érdeklődés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a második Veszprém megyei értékünnepen. Tényleg öröm látni, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Egy súlyos idézettel szeretném kezdeni. A korunkban zajló általános értékrombolás idején az értékőrzést zászlóinkra tűzni az önvédelem eszköze. Az értékrombolás tudatos, így hát az értékőrzésnek is tudatosnak kell lennie. Ezt Kövér László, a házelnök mondta levelében a harmadik értéknapon Budapesten 2017. szeptember 9-én. A 21. századról többen gondolják úgy, hogy az értékek válságának évszázada, ahol megkérdőjelezhető, hogy vannak-e egyáltalán értékeink. Jó volna tudni, milyen értékek vezérlik az embereket akkor, amikor társadalmi helyzetükről, lakóhelyükről, nemzetükről és jövőjükről gondolkodnak. Mi itt a Kárpát-medence szívében meggyőződéssel állítjuk, hogy fontos az értékalapú társadalom, ahol a hit, a hagyományőrzés és a nemzeti összefogás adja az alapját mindennapjainknak. Ma itt mindannyian értékőrzők, értékteremtők vagyunk, hiszen mindnyájan fontosnak tartjuk, hogy szűkebb hazánkban, Veszprém megyében közösségünk számára összegyűjtsük, óvjuk, védjük szellemi örökségünket, hagyományainkat. A 2012-ben elfogadott magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény megalkotását követően 2013-ban a Veszprém megyei önkormányzat létrehozta a Magyar Nemzeti Értékek Piramisának középszintjén álló Veszprém megyei Értéktár Bizottságot. Az Értéktár Bizottság a megalakulása óta a 138 beérkezett javaslat tétel alapján 58 nemzeti értéket vett fel a megyei értéktárról. Külön kiemelném, és nem csak a helyszín okán, a természeti környezet kategóriába sorolt egyik büszkeségünket, az alsőrsi permi vöröskövet, amely 310 millió évvel ezelőtt a földtörténeti ókor végén már megtalálható volt ezen a helyen. A megyei értékünnep rendezvény azért is fontos, mert alkalmat ad arra, hogy tiszteletünket fejezzük ki a hagyományok, a kitűnő magyar alkotótevékenység és érdekvédelem iránt. Rohanó világunkban rendkívül pozitív, ha kellő figyelmet és időt szentelhetünk, még ha csak egy nap erejéig is, a magyarság azon belül Veszprém megye értékeinek. Ezzel is adózva a múltunknak. A mai rendezvény ünnepi alkalom számunkra, hogy a 2017-ben a Veszprém megyei értéktárba felvett 10 érték felterjesztői részére diszoklevelet és a Veszprém megye értéke logóval ellátott táblát és plakettet átadhassuk. Hölgyeim és Uraim, kérem engedjék meg, hogy Engri József örökérvényű szavaival a Veszprém megyei értéktár bizottsági elmondatával fejezzem be a köszöntőmet. Egy nemzetnél nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. A jövőben is eredményes, értékgyűjtő, értékőrző munkát kívánok Önöknek, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Polgármester úr, Veszprém megyében egyetlen hungarikum van, a herendi porcelán. Ugye nem véletlen, hogy az első ilyen értékünnepet éppen Herenden rendezték tavaly, de azt gondolom, hogy igen kitüntető dolog az, hogy a másodikat éppen Alsőrsön Önöknél. Bizony, ez nagyon megtisztelő. Amikor felkértek a szervezők, hogy egyáltalán fölmerült Alsős neve, akkor nagy örömmel mondtunk igent, hiszen kezdetektől fogva mi is benne voltunk ebben a nemes mozgalomban. 2009-ben ugyancsak itt a Művelődési Házban már volt egy olyan konferencia, amikor a térség civil szervezeteivel, önkormányzataival próbálták ennek a jelentőségét megértetni. Ez sikerült is azonnal, hiszen rájöttünk mi is, hogy azok az értékek, amelyek minden faluban ott vannak, azokra büszkéknek kell lennünk, mi is így vagyunk velük, és ezeket az értékeket fel kell tárni, gyarapítani kell,
hagyományainkról megemlékezni, és elindult az a munka, amelynek során létrejött a mi helyi értéktárunk, amelyik egyébként két olyan, hát nem hungarikumot, de a mi számunkra egy nagy büszkeséget fölterjesztettünk a megyei értéktárba, ez az alsósi permi vörös homokkő és a Balaton felvidéki vert csipke, amelyeket első ízben fel is vett a megyei értéktárbizottság, tehát úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy alsósra került másodízben ez a megyei ünnep, amelyik nagyon jól sikerült, hiszen rengetegen eljöttek, megtiszteltek bennünket megyéből, más megyéből, és még határon túlról is. A mai ünnepségen a képviselő úr beszélni fog Alsőrs értékeiről. Gondolom nem csak erről a kettőről fog beszélni. Nem. Gál Dezső a helyi értéktár bizottság elnöke, aki tulajdonképpen összegyűjtötte az összes a jelenleg Alsőrs értéktárában található valamennyi büszkeségünket, tehát a törökháztól a templomig, a közösségeinktől a strandfürdőig, tehát egy nagyon széles spektrumot ad arról, hogy mi az, ami Alsőrshöz hozzátartozik. Természetesen nem fejezte be a bizottság a munkáját, hiszen vannak még egyéb olyan feltárandó vagy javaslatra váró kezdeményezések, amelyeket még be lehet építeni ebbe az értéktárba. Az is előfordulhat, hogy újabb olyan megyei bizottsághoz előterjesztendő értékeket is fogunk találni, illetve hát van is természetesen, amelyeket megpróbálunk, hátra tudjuk a megyei értéktárat is bővíteni. Polgármester úr, mire jó az egész? Most nem pont arra gondolok, hogy az alsősiek tudják, hogy milyen értékeik vannak, de például miért lehet fontos az, hogy akár az alsősi vercsipke bekerüljön a megyei értéktárba? Ugye itt nagyon sok előadás van, illetve volt is korábban, amelyik ennek a mozgalomnak, aminek egyébként voltak előzményei régen is, hiszen az elődeink is mindig tudatában voltak annak, hogy mik azok a kincsek, amelyekre vigyázni kell, és tovább kell adni a következő generációknak. Tehát ez a mozgalom tulajdonképpen egy küldetés a mai élő embereknek, közösségeknek, vezetőknek, településvezetőknek, hogy ne veszítsük el, vagy ne hagyjuk elveszni ezeket az értékeket, hanem tárjuk fel őket, rendszerezzük őket, és adjuk tovább az utódainknak. Tehát a települések ezt felismerték, hiszen a megyében 100 értéktár bizottság működik, a 217 faluból és városból, és országosan is már több mint 1000. Én úgy gondolom, hogy ez bővülni fog a jövőben, mert ahogy ennek a mozgalomnak a szele eljut egyéb térségekbe is, ott is felismerik ezt az alapvető feladatunkat, hogy ebben megvan a magunk felelőssége. Az ön háta mögött most, hogy nem látja, de éppen érdeklődők nézik a csipkét. Most arra gondolok, hogy az itteniek, a csipkeműhely tagjai, óvják, fejleszték ezt a csipkét, ezzel nincs is más probléma, azt hiszem, hogy teendő. De mi van az olyanokkal egyébként, amelyek a településen találhatók, lásd, törökház, sok teendőt ró egyébként a településre, az önkormányzatra, hogy megóvják, fejleszték? Vannak az értéktáron belül olyan épületeink, amit már említettünk, illetve ugye a törökház is ilyen, ami egyébként speciális helyzetben van, mert állami tulajdon. Ettől függetlenül a magunkénak érezzük, és természetesen a környezetét nagyon gondosan felügyeljük, de a többi olyan épített törökségünknél is természetesen megvannak azok a mindennapos vagy minden időszakban visszatérő feladatok, munkák, amelyeket folyamatosan el kell végezni. Jönnek is úgymond az idegenek más település, hogy megnézik, meg kíváncsiak rá? Igen, mindenképpen. Hát ugye eleve ezek a nevezetességeink is, tehát tulajdonképpen az értékeink egy része az közismert, tehát ezért jönnek ide a vendégek, természetesen megtekintik ezeket. Egyébként nagy segítséget nyújtott pályázati forrás is ahhoz, hogy még jobban bemutathassuk másoknak is az értékeket. Ilyen volt például a Vöröskő könyv, fotóalbum, amelyet Kovács Endre jelentett meg tavaly, de ugyanilyenek a nyári csipketáborok, vagy olyan események, rendezvények, amelyek ebből a forrásból finanszírozásra kerülnek. Tehát próbáljuk
amellett, hogy a helyieket is bevonni ebbe a munkába, vagy közös gondolkodásba, tájékoztatni a közvéleményt is, hogy jelenleg mit tartunk mi ezeknek a kincseinknek, és ezekről minél szélesebb körbe szeretnénk is beszámolni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Most egyébként, ha jól látom, éppen Gál Dezső következik. Javaslom, hallgassuk meg, hogy ő mit mond az alsóörsi értekekről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy a jeles napon a második Veszprémi értékünnepen, aminek alsóörs csodálatos településünk adhatja a helyszínt, röviden ismertessem önökkel értékeinket, nevezetességeinket, melyekre méltán büszkék vagyunk. Ehhez nagy segítséget kaptam Albert Sándor úrtól, aki többek között az Alsóörsi Értéktár Bizottság tagja. Írásait, feljegyzéseit használtam fel, mert megpróbálom mostán a legfontosabbakat kiemelni és megosztani önökkel. Albert Sándor úr, Sanyi bácsi hosszú évtizedek óta tevékenyen vesz részt helytörténeti írásaival, könyveivel alsóörs kulturális életében. Alsóörshöz való kötődése olyan szellemi, erkölcsi és tetteivel bizonyított elkötelezettség, amely messze túlmutat a mindennapokon. Alsóörs létét, életét mindenkor a Balaton és a történelmi környéke határozta meg. Az erdők, a kő évszázados bányászata, faragása, a szőlőtermesztés, az ősi halászat, a hajózás is gyarapította a térséget. Földüleseink szerzetten gazdálkodtak, közösen művelték földjeiket, erdeiket, a halászható Balatonvizet és a kőbányákat is. A napsütötte szőlővágóink, az itt termett borok mindig is beletartoztak a történelmi borvidékünk kultúrájába. Alsóörs jeles települése a Rivérának. A permi vörös homokkő, e tájék évmilliós kincse. Ősidéktől bányázták falunkban. Faragásának tudománya apáról fiúra szállott. Alsóörsön az épületek, a bástyák falában és szinte mindenütt megtaláljuk. A szépen faragott kútkáváktól, itatóvájuktól, a mesterén rakott kerítésektől, házfalaktól, a gonddal faragott útburkolatig, lépcsőfeljárókig, kerékvetőkövekig. Okleveleink írott történelmünk kezdetén említik már a kőfejtő telepeinket. Az 1003-as évektől malomkő készítésről is tudtunk, és ez időt át kőhordó utat is jegyeznek Alsóörsön. A permi vörös homokkő 2014-ben a Helyi Értéktár Bizottság javaslatára mint nemzeti érték felvételt nyert a megyei értéktárba. Ebből az anyagból építették községünk egyik kiemelkedő panoráma pontján a törökházat, ami egy késő gótikus, középkorú kisnemesi udvarház. Megjelenése célszerű praktikusságra val. Jegyzi az európai építési rajstrom, és okkal szerepel Magyarország ezer csodája között. Napjainkban nyaranta kényes igényű kiállítóhely, akár esküvői rendezvényhelyszín páratlan panorámájának köszönhetően. Szintén vöröskőből épült a Cserehegyi kilátónk 1935-ben, amit 2003-as felújítását követően ma is kiváló híressége az északi parknak. Az Alsóörsi Szabadságtér meghitt, tisztelettel kedvelt központi hely az Ófaluban. Permi vörös homokkőből faragott 1848-49-es szabadságharc és az 1956-os forradalom emlékét hirdető őrző ünnephelyünk. A Mersepart emléke a 12. században nyúlik vissza. A néhai Merse ispán egykori dűlője, rajta kútja már a megújult, megszépült pihenőtér a tópartot, a Cserehegyel összekötő Zöldtengely központjában, mennyire a vöröskő, mint építőanyag szintén központi szerepet kapott. Az imént említett Zöldtengely északi végpontján helyezkedik el az Alsóörsön épült világ talán legfiatalabb amfiteátruma. Az immár körszínháznak minősülő közkedvelt, egyedülálló adottságokkal, rendkívüli akusztikával bíró amfiteátrumunk mindségeresebb színházi előadásoknak ad helyet. A szomszédos Somlyóhegyi kilátónk 2015 tavaszától fogadja látogatóit megújulását követően. Református templomunk a 13. században épült, déli falán különlegesen ritka, dudást ábrázoló freskó, belső terében festett kazettakincsek. Számos védendő emléktáblával rendelkezünk, művelődési házunk falán. Fábián József, Ötvös Károly, Máj János és Kossuth katonáinak neveivel. Endördi Sándor, balatonszerelmű alsóörshöz hű lirikusunk, irodalomtörténész a Petőfi kultusz megteremtőjének emlékszobra, a róla elnevezett parkban található. Általános iskolánk homlokán is Endördi Sándor neve ragyog. Igaz barátainak, Jókainak és Mihálkovics Tivadarnak
Vöröskör melszoblai a közelben állnak. Erdődéhez illő hagyomány, hogy gyermekeink szép magyarsággal beszélnek. Dicséret nekik és az iskolának, nevelőinek. Az intézmény a sportegyesülettel karöltve, kézilabda utánpótlás nevelésben is fontos szerepet játszik, amit számos érem és trófea gyűjtemény is igazol. Településünk sportélete kiemelt értékünk, a sportcsarnok utánpótlás nevelő igazi fellegvár. Otthona van itt az atlétikának, női férfi kézilabdának, labdarúgásnak, valamint az íjászatnak is, amely művelői már országosan ismert hírűek. Kiemelt figyelmet érdemlő értékünk a Balaton felvidéki VER csipke, amit egy igényes szakértelemmel munkálkodó, lelkes alkotókör, az alsősi csipka műhely valósít meg. A történeti meghatározás szerint a csipke olyan áttört lyukacsos anyag, amelynek textúrája adja egyúttal a díszítményt is. Bármilyen technikával készülhet, a fonalakat szálanként kézzel irányított egymásra sűrűbb és ritkább összefonódásából állnak. A csipkének egyedül rendeltetése a díszítés. A kézmunka mind anyagi, mind eszmei értéke nagyon magas, a csipkét gazdag múltja érteti ma is. Sokan szeretik és készítik, népszerűsége töretlen és felfelé ívelő, mert lehetőséget nyújt az ember alkotóvágyának megélésére, az emberi kéz ügyességének bebizonyítására. Készítik maguk örömére, mások kedvére, családtagjaik büszkeségére, kiállításokra és pályázatokra. Alsős község hírének öregbítésére. Beillesztik a mai kor követelményének megfelelően a lakáskultúrába és viseleti darabjaikba. Ezt teszi az alsőhőse csipkeműhely a településért, Veszprém megyéért és a hazáért. Munkáikat a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályán zsűriztetik. Eredményeik a teljesség igénye nélkül Magyar Kézművesség nagydíja, miniszterelnöki hivatal nagyvíja. A Balatonfelvidéki VER csipke 2014-ben a Helyi Értéktárbizottság javaslatára, mint nemzeti érték, a kulturális örökség kategóriában felvételt nyert a megyei értéktárba. Az alsősi csipkeműhely 2002. november 16-án alakult meg Szuper Miklósné Gránáthalma díjas népi iparművész vezetésével. Pont egy hete ugyanígy tartotta a 12 fős alkotókör a kiállítással egybekötött 15 éves születésnapi ünnepségét. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy a közösség létét, sikerét, hiszen számtalan kiállításon vettek részt hazánkban, de a felvidéken és a Nyitra melletti kis településeken is sikert aratott a csipkeverés tudománya. A Balaton északi partjának gyönceme Alsőrs. A Somlyóhegy oldalára épült ősi település már a kiterjedt fürdőteleppel. Vendégváró ülőhely hatalmas, népszerű, folyamatosan fejlődő fővárostranddal, selyemes vízzel, kényelemmel. Évről évre ide látogató és visszatérő vendégek gazdag szórakoztató és kulturális programokkal találkozhatnak. Zenei események, képzőművészeti kiállítások, Balaton átnevezés, vitorlásbérés, táncház, utcabár, a sportcsarnokban és szabadtéren különféle sportrendezvények. A szezon végén nagyszabású nyárbúcsúztató ünnepség, a vendégsokaság ellátásáról, kényelméről kempingek, hotelok, panziók, magánszálláshelyek, vendéglátó üzletek gondoskodnak. Magyaros konyhával és hagyományos magyar vendéglátással. Halásztanya éttermünket, ami ma már egy négycsillagos szálloda, régóta védnöki táblával tüntetik ki a szavatolt étel remekek okán. A vendéglátás szép fejezetében illetően említendő a falubeli öreg kocsmánk, ahol három évtizednél is régebben szolgál a pult mögött ugyanaz a vendégváró csapláros, híven az ősi szokásokhoz, figyelemmel a betérőkre. Az ivóban a régi parasztélet relikviái vonzzák a tekintetet. Szőlőbeli eszközök, pince alkalmatosságok, erdők, mezők, szántók, elmés munkaeszközök sorakoznak, akár egy kis múzeumban. Kedves vendégeink, én nagyon bízom benne, hogy az imént hallható felsorakoztatás kellőképpen felkeltette az érdeklődésüket, a tekintetben is, hogy amennyiben kedvük és idejük majd ezt lehetővé teszik, akkor ellátogatnak személyesen is településünkre. Szeretettel várjuk Önöket, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! A közelmúltban arról számoltunk be, hogy 15. születésnapját ünnepli az alsőrsi csipkeműhely,
most pedig már is egy másik ünnepre voltunk hivatalosak. Ezúttal 4. születésnapját ünnepli egy klub, méghozzá a Tündér Ujja Klub, amelynek vezetőivel még a születésnapi ünnepség előtt beszélgettünk. Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor a téma a csipkeműhely volt. Néhány évvel később aztán gondoltatok egyet, és akkor megalakult a Tündér Ujja Klub. Most igazából jönne a kérdés, hogy mi lesz a következő. Köszönöm, azt hiszem, ez a kettő, ez egy elég lesz. Találunk magunknak annyi tennivalót, hogy ez így teljesen kitölti a napjainkat, a szabadidőnket. Ez a Tündér Ujja Klub, ez lehet, hogy valakinek mond már valamit, ugye, mert ismerheti, de biztos valakinek nem. Mutassuk be, hogy végülis mit kell elképzelnünk egy ilyen klubról. Ez egy kötetlen klub. Amikor összejövünk hetente másfél órára, akkor kötünk, horgolunk, nemezelünk, karácsonyra készülődünk, egyéb ilyen kreatív dolgokat csinálunk, gyöngyszövést tanultunk most az idén, és csoportosítjuk a tennivalóinkat. Szeptemberben szoktunk kezdeni, ilyenkor elkezdünk készülni már a karácsonyra, kitaláljuk, hogy milyen díszek legyenek a karácsonyfadíszítő pályázaton, készülünk erre az éves kiállításra, meg hát a karácsonyi ajándékozásra. Itt hátul már látható sok minden, amit ti készítettetek. Néztem a listát ebben a listában és a csipkeműhely listájában, akik benne vannak. Azért vannak átfedések, ha jól láttam. Vannak, igen. Ez két egészen különböző dolog. A csipke az az alkotás, az a művészet, a tündérújak alkotás, az meg a hétköznapokban használható és szerethető dolgok. Igen, de amikor az ember azt hallja, hogy tündérújjak, akkor tündéri szép és kedves hölgyeket gondol el, akik ráadásul mind a tündérek tehetséggel fonnak, szőnek, hogy valami hasonlót csinálnak. De vajon miért nem mennek át a másikba is? Hiszen lehetne belőlük is csipkeverő, és a csipkeműhely bővülhetne. Ez megtörtént már, így a táborban két tündér is volt a nyáron, úgyhogy itt van átjárás, csak ugye sokan megijednek a csipkeveréstől, hogy az időigényesebb, ami így is van, tehát az egy hosszabb alkotó folyamat. Itt nehezebb is egyébként? Nem, technikailag nem nehezebb. Itt mondtál néhány dolgot, hogy kötünk, nemezelünk, aztán ugye gyöngyfűzés, sőt gyöngyszövés is van. Ezek közül mi az, ami a legmeghatározóbb? A horgolás most. Az első évben a kötés volt a meghatározó, akkor senkit nem tudtam rábeszélni, hogy horgoljon, és utána a következő évben már hát azért csak meg kell tanulni valami új technikát, azóta a kötőtűt nem nagyon látsz a kezekbe, inkább a horgolás lett a favorit. Egyébként én láttam már kötni is valakit, meg horgolni is. Én úgy látom egyébként, hogy sokkal nagyobb türelem kell talán a horgoláshoz, jól gondolom? Hát kinek mi a szíve csicske? Én szeretek horgolni, és most kötni annyira nem, de régebben meg inkább kötni szerettem. De te mindent tudsz akkor. Hát igen. Gyöngyfüzés is? Igen. Most végeztem egy népi játszóházvezetői tanfolyamot Székesfehérváron, és ezt onnan hoztam, és ezt gyorsan megtanítottam, ami nekem úgy ott a szívem csücske lett. Ott ezt megtanítottam a lányoknak, a fonásokat, különböző fonásokat, a gyöngyszövést. Körbenéztem csak gyorsan, hogy mik is vannak itt mellettem, és láttam, hogy talán kardigán, pulóver, nagyon szép női felső részek vannak. Ezek használati tárgyak, terítő például, párnák, ezeket a tulajdonosok hazaviszik? Hogyne, használjuk is. Persze. Elajándékozzuk, de ezeket a ruhadarabokat, ezeket hordjuk.
És egyébként most, ami itt van, az kimondottan erre a mai alkalomra került ide, hogy bemutassátok, vagy egyébként egy része itt van valahol azért raktáron? Ez mind használatban van otthon, tehát ha végigmész alsősen, és szembe jön veled egy horgolt valami, az biztos, hogy tündérújjal készítettem, szinte biztos. Aha. Azt mondtad, hogy összejövünk szeptembertől kezdve, és előtte nem? Van egy nyári szünet. Ugye május végétől, június elejétől ugye az idegenforgalom az eléggé leköti itt a hölgyeket is, úgyhogy akkor van egy kis szünet, és szeptembertől újult erővel. De nyáron sem tétlenkedünk, mert azért az ötleteket gyűjtögetjük akkor is. Azért én ismerve a családomból azokat, akik ezzel foglalkozkodtak korábban, ezt nem csak úgy lehet elképzelni, hogy valaki bejön ide és itt dolgozik, hanem hát egy kedves estén, egy téli estén, egy kályha mellett azt mondja, hogy hát nincs sál otthon épp elég, és kötök egyet. Te is szoktál így? Persze, hát én nem tudok úgy tévét nézni, hogy közben elhorgoljak, vagy kösek valamit, de anyukámat ismerted volna, vagy ismerted, akkor ő, ha a buszra várt, akkor is horgolt, ha az orvosnál várakozott, akkor is horgolt, tehát ezt bárhol lehet csinálni. Ugye ez is egy előnye a csipkeveréssel szemben. A fiatalság hogy áll ehhez? Hál' Istennek nagyon jó. Van egy tagunk, akinek két lánya is jár ide, úgyhogy ez egy szenzációs dolog, hogy tényleg a fiatalokat is érdekli. Jó, lehet, hogy figurákat csinál, és majd egyszer, amikor úgy gondolja, hogy viseletbe is gondolkozik, akkor azt is megcsinálja. De az alap megvan. Annyi minden van mögötted, hogy hirtelenében nem tudtam, mire kérdezzek rá, és kinéztem oda a tárolókba, és nagyon érdekes figurákat látok. Azok hát nem használati tárgyak szerintem. Nem. Azok polipok, azok most ebben az évben a jótékonyságunknak a megtestesítői. Ezek egy kórházba készülnek a koraszülött babáknak. Ez tudományosan, ha jól emlékszem, Dán kutatócsoport találta ki, meg a mintát is, hogy a koraszülött babák mellé beteszik az inkubátorba. Egyrészt ez a csavart lába, ez a köldökzsinórra emlékezteti talán a babákat, és nem a csöveket, amik életbe tartják őket, nem azokat markolászák, hanem ezeket. Aha. Úgyhogy ezeknek nagyon jó hatása van. Van még ilyen jótékony kezdeményezésetek? Mindig van, természetesen. Az egyik évben itt a faluban nevelőszülőknél lévő 7 gyereknek csináltunk takarókat, most pedig a tavasszal adtuk át az óvodának 38 darab szundikendőt. Ez pénzigényes egyébként, hát meg kell venni a fonalat, vagy éppen a, nem tudom, cirnát. Mindenképpen a gyöngyöt is mindent meg kell venni. Ezt mindenki maga állja, vagy azért van itt egy alap, amivel segíti mondjuk a klubnak a pénztára? A jótékonykodásban az önkormányzattól kaptunk segítséget a takarókhoz. A polipokhoz a szervezőtől kaptuk meg a fonalakat. Egyébként hát egy részét, tehát amit magunknak készítünk, az saját magunk álljuk. A gyöngyöket azt így, azt is egyelőre. A mai ünnepségnek mi az apropója igazából? Hát tulajdonképpen ez is egy ilyen születésnapi ünnepség. Október 16-án alakult, de most egy picit késve, de gyakorlatilag ez is a 4. születésnapunk. De jól jön ki, mert a műfáz egyik felén akkor a egyik születésnapos, itt a másik születésnapos, igen. És tulajdonképpen közösek vagytok mindnyájan. Igen, és azok, mindenhol az alkotásaink ott vannak, és ez nagyon szerintem szenzációs jó. Thank you.
Az Alsősi magazin végén köszönöm nézőink figyelmét, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét és jó szórakozást kívánok! Töltjék az estét a Regina Televízió összeállításaival. Munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!